Sziasztok, Zazoka vagyok, jelentkezem egy újabb VR-os videóval. Ha jól számunk, hogy a 8. és most rallizni fogunk. A Dirt Rally-val fogunk játszani. Custom eventet választok ki nektek, megnézzünk egy pár pályát, és legalább minimum 2-t, és beszélek arról, hogy milyen élményeim vannak. Maga a Dirt Rally is előbb volt meg, mint a VR. Sokat játszottam vele, imádom. Tök jó, visszatértek erre az igazi rallis vonalhoz szerencsére, és nagyon élvezetes vele vezetni. Ugye megint jó öreg G25-ös kormányt segítségül hívva. Itt viszont, mivel eléggé dobál a kocsi, értelemszerűen mert rally játékot fogunk játszani, célszerű benézni az optionsbe, és átnézni azokat a módosítókat, hogy egy picit csökkentsétek azt, hogy hogy rázkódik a kamera. Hát itt most nem is tudom, hogy lehet-e bármit is így állítani. Igen. Itt van. Ezeket egy picit így kapcsoljátok ki be, stb. Nézzétek meg, hogy nektek hogy kellemesebb. Például valószínűleg, hogy ez már itt segít kikapcsolni, és akkor kevésbé lesztek rosszul. Jó, hát ezt tanácsolom itt rally alatt mindenkinek. Ezt nézzétek meg, srácok. Oké, na, akkor menjünk. Custom. Maradjunk tök, mindegy, rally is, jó. Discard, jó. Voltunk egy eseményen, lényegtelen. Nézzünk meg egy nagyon érdekes pályát. Hát nem is tudom, kezdjük a kettessel, mondjuk kettessel. Ami Monte Carlo. Azért érdekes ez számomra, srácok, mert amikor simán játszok rallis játékokkal, nekem a Monte Carlos pályák soha nem tetszettek valahogy, vagy ahol ilyen nagyon szűken kellett menni. VR alatt meg pont ellenkezőleg. Annyira tökre jól lehet érezni ugye a teret, hogy hirtelen valamiért kedvenceim lettek az ilyen pályák. Oké, pillanat, ránézek, hogy az irányításra. Oké, mehetünk is. Nem, mindenféleképpen ott megyünk. Oké, tökéletes lesz szerintem nekünk ez a pálya. Nem is tudom, hogy milyen kocsi van kiválasztva. Ó, most lehet még csak kocsit kiválasztani. Menjünk ezzel a kocsival, mert ez egy nagyon érdekes kocsi. Majd meg fogjátok látni, hogy miért. Imádom is. Oké. Érdekes, hogy itt a Dirt Rally-nál megint itt térben vagyok, tehát hogy ezt a részt, ezt úgy érzékelem, hogy itt vagyok egy ilyen gömb belsejében, viszont ugye megint itt maga a menü az egy feszített vászon. Oké. Tökéletes. Nem kell semmit állítgatni. Ha jól tudom, mindenki van kapcsolva, de aztán lehet, hogy a ABS az 3-ason van. És a grafikát is egész jó be lehet állítani. Na viszont a grafika, még ragadjunk le nála egy csöppet. Ugyanis a Dirt Rally egész jól viselkedik, grafikailag, VR-ban is, de viszont azt lehet érezni, hogy szükség van még itt is erősebb videókártyára, ugye nekem Nvidia GTX 970-es kártyám van, ami már ugye 2,5 éve teljesít nálam szolgálatot, és bizony jobb lenne egy erősebb videókártya, ugyanis ugye ezt a Super Sapling segítségével, ha ugye tudnám állítani a Super Saplinget magasabbra, akkor ugye még élesebb lenne a játék. És bizony azért itt a Dirt Rally-nál ugye, meg bármilyen autóversenyesnél, ugye nagyon messze lehet látni értelemszerűen, ezért nagyon fontos, hogy ugye ezt minél jobban maximalizáljuk a grafikai beállításokat. Na jó, menjünk srácok, elég volt a dumából. Imádom a játékot. Ezt nézzétek meg, mint egy koporsóba ülnék. Oké, mehetünk is. Eszméletlen jó. Egy picit furi az irányítás. Pedig mentem egy próbakört valahol, de ugyanezzel a kocsival, de itt most olyan furi. Ugye a gép újratelepítése miatt még nem volt időm mindent beállítani újra.
tehát bekalibrálni rendesen a kormányt, stb. Eszméletlen. Teljesen jól lehet érzékelni ezt a szűk szerpentines utat. És biza, hogy itt el szokott kalandozni a tekintet, ahogy nézem a környéket. De, tehát hogyha ezt majd nézitek ti a videón, akkor itt sajnos azt ugye el kell mondani, hogy bizony itt, hogyha eltekintek úgy arrafele a hegyre, akkor az itt VR alatt az már úgy egy picit ilyen ködössé válik. De szerencsére itt ezek a közeli részek, ezek elég jók. Ha már ugye, igen, tehát hogyha itt kinézek mondjuk most ez nem tudom, hogy mondjuk a rendes játékban is ilyen, mert elfelejtettem, de ugye annyira nincsenek kidolgozva az arcok itt nálam. Pedig nem amiatt, mert hogy VR-ba vagyunk és messze vannak az arcok, nem, itt lehet látni, hogy ezek nincsenek kidolgozva. Érdekes. Valószínűleg tartom amúgy, hogy azok a grafikai beállítások, amiket én beállítok, azok nem mind VR alatt értendők. Tehát, hogy be van kapcsolva ez a automata ilyen optimalizálás, mert egy VR játéknál nagyon fontos az, hogy megjelen az a meglegyen, az az FPS szám, és az a akadásmentesség, hogy ne legyél rosszul. Ugye, aki nem tudja, a VR alatt 90... Sorry. 90 Hz-el működnek ezek a kijelzők, tehát 90 FPS-t préselnek ki magukból. Ugye, az Oculusnak a ilyen szoftveres technikájával ezek lefelezhetőek. Tehát olyan játékoknál, ahol nagyon leesik a teljesítmény, ott 45 FPS kapunk. Csak ugye ezt ilyen szoftveres technikával ugye duplázza, és mindenféleképpen megvan a 90. A büdös mindeni. Nincs jó beállítva, srácok, a kormány nincs jó bekalibrálva. Kicsit furcsa. De az is lehet, hogy maga a kocsi furcsa, mert... basszus kulcs. Oké, nem tudom, hol van a reset gomb, várjatok. Hol van a reset gomb, ha van is? Continue. Pillanat. Itt mindenki a menü jön elő? Jó. Reset gomb, melyik lehet? Mindegy, már lassan lejünk magunktól is, oké? Szerencsére, a gravitáció elintézte. Tehát lehet, hogy a kocsit érzem ilyen furcsának, mert... értelemszerűen eznek teljesen más a rugózása, sokkal közvetlenebb az irányítás, amivel kiskaszni, kiskocsi, stb. De olyan... nem tudom. Na mindegy, furi. Imádom. Végre! Ezt most karácsonykor veszem fel ezt a videót, mert... nagyon sok videót vettem most föl. És most ugye karácsony van, tehát 24-e délelőtt. Gyorsan veszek még föl ilyen virályos videókat, és egyszerűen olyan ronda karácsonyunk lesz megint, hogy hihetetlen. Legalábbis ugye nálunk. Itt meg legalább megkapom a havat. Elég vagány, mit nem mondjak. Úristen, tehát... Ugye, valószínűleg az életemben nem fogok eljutni ilyen helyekre. A fékezés is olyan furi. Hát nem tudom. Tehát az életemben nem fogok eljutni ilyen helyekre, de...
Így most legalább egy picit VR-ban, igen. És ugye, mondtam, hogy ezeket a pályákat nagyon nem szerettem, mikor rendesen játszottam a játékot, mert olyan, hát én mondom, szűkek voltak, nem lehetett gyorsan menni, nagyon szerpentines, kanyargos. Itt meg most VR-ban megélvezem, mert nem tudom, tehát hogy így más térben látni ezt, ezeket az utakat. Nagyon jó. El sem tudom képzelni majd, hogy ha megjelennek majd a pár év múlva, mert most még, szerintem még 2018-ban nem, de talán pár év múlva megjelennek a nagyobb teljesítményű és jobb minőségű, azt a mindenit, VR-os headsetek, és addigra már ugye a hardware is fölzárkozik melléjük, mert ugye, tehát félreértés ne essék, hogy akár már most is lehetne mondjuk 2K-s, 4K-s kijelzőket építeni ugye a headsetekbe. Na jó, de hát azt milyen gép kell ahhoz, hogy azt meg is jelenítse. Ugye ne felejtsétek el, hogy ugye sok FPS-ről beszélünk, egyrésztről, másrésztről ugye meg itt két lencse van, két kijelző van a headsetbe, tehát külön a jobb és a bal szem. És ugye kevés ember kevés ember engedheti meg magának azokat a több százezer forintos videókártyákat, hogy akkor megfelelő minőségben futtasson mondjuk VR-os játékot, ugye 2K-ba, 4K-ba. És mondom, tehát ne felejtsétek el, hogy az dupla. Tehát tudom, vannak már olyan videókártyák, amik 4K-ba itt lehet játszani vele. Ugye GTX 1070 már, 1080 Ti. De azt úgy számoljátok, hogy a szemenként, tehát hogyha van egy szemre egy 2K-s vagy egy 4K-s panel, az ugye duplázódik. Tehát ez nem úgy van, hogy egyszer 4K, mert tévét néztek. A büdös mindenit. Nem tudok odafigyelni. Na jó. Nem. Ez mi? Nem. Próbálom megkeresni, hogy melyik a reset, srácok. Ja, ez az üléspozíció. Azt így egyből lehet állítani? Ezt nem is tudtam. Na, oké, fiúk, lányok, akkor ennyi volt. Kilépünk innen, és nekiállunk egy másik pályát, gyorsan még megnézzünk, jó? Ami nem ugye Monte Carlos, hanem valami más. Legyen mondjuk ugyanúgy rally. Oké. Wales. Monaco, nem. Germany. Ó, a Finland az nagyon érdekes. Na jó, menjünk Finlandon, jó gyerekek? Mondjuk ott is legyen a kettes. Elmondom, hogy miért érdekes a Finland. Tehát a Finország. Jó, itt is akkor ez az első legyen. És remélem, hogy sikerül is, és akkor most már másik kocsit válasszunk. Csak hogy érzékeljem, hogy esetleg más, legyen BMW, hogy más kocsinak a viselkedése. Na, Finnország azért érdekes, mert ott szimplán rosszul lehet lenni. Tehát ez a Monaco, ez még nem. De Finnországban olyan pályák vannak, hogy ott az nagyon megterheli a szervezetet. És hogyha azt nem kapcsoljátok át azokat a options-be, amiket mutattam, akkor lehet, hogy nagyon rosszul vagytok, lesztek tőle. Tehát Finnország az ilyen szempontból nagyon érdekes. Oké, mehetünk is, nem gatyázunk. Na nézzük. És ugye itt is fontos az, hogy úgy beállítsuk be, ugye az ülést, a kormány, stb., hogy nagyjából a valóságnak megfelelő legyen. Meg ahogy ülünk ugye a kocsiba. Na jó, mehetünk. Igen, valahogy nem kapom meg azokat a visszajelzéseket ott kormányra, amiket várok. És
most figyeljétek, tehát hogy csak így ide lemegyek, és már ez így, hogyha nem állítjátok át ezeket a options-be, akkor egy kicsit megkavarhatja a fejeteket. Meg itt aztán gyorsan lehet menni. Hát én már hozzászoktam ehhez. Eszméletlen, srácok. Ugye ezek fontosak, mert ugye... Természetesen nincs meg a mozgás. Tehát, hogyha valós kocsiba ülnénk, akkor ugye meg lenne az érzés is. De mivel a testünk nem mozog, csak az agyunk érzékeli a mozgást, a változást, ezért lehet, hogy ez itt rossz lesz egy-két embernek. Hát, de ez hatalmas élmény. Ohohoho! Ó, gyerekek! Eszméletlen! Jó, most már kezdek ráérezni a kocsira. Az a monokai pálya az nagyon furcsa volt azzal a kocsival nekem. Ez itt most jó? Nyomjuk neki! Jaj, srácok! És ugye, amíg meg nem találtam azt a beállítást az Options menübe, addig neki ne tudjátok meg, hogy egy pár perc után éreztem, hogy na itt most abba kéne hagyni, mert jön föl a reggeli ebéd vacsora. Így most jó. Jó, persze az is hozzá van, az is szerepet játszik, mondom, hogy megszoktam már a mozgást, de itt fontos, hogy ezeket kapcsoljátok ki be, azokat a options menüben. Pláne itt a finnországi pályám. Eszméletlen. Oké, hatosabban. Nem is beszélve arról, mert itt fejre is lehet állni, hogy akkor az ugye mennyire furcsa. Tehát, hogy borultok a kocsival többször, megpördültök. És ugye szerencsére, hogy itt nem kell nagyon jobbra-balra nézegetni, mert minek, ugye itt egyedül versenyzel. Amúgy természetesen van olyan versenymód is benne, amikor tudjátok, többen versenyeztek. De az meg az sem vészes. Itt egyszerűen előre koncentráltok. Zseniális. Úristen. Hát ez jó volt, gyerekek. Na, ezt jobb, most nagyon élveztem. Menjünk. A következő pálya szerintem ugye már a éjszakai lesz. Menjünk egy éjszakait is. Menjünk egy éjszakait is, jó? Aztán, hogyha nagyon nem tetszik, mert drágunok, mert nem tudom, hogy ti mit láttok majd belőle, akkor abba hagyom legfeljebb. Majd nézzük meg inkább egy másik pályát, jó? Nem, ne legyen éjszakai, ne erőltessük a estét. Oké, hogy lehet itt visszamenni? Sehogy, akkor meg kell nyomni a tovább gombot, és akkor így csinálunk egy save exitet. Hú, ez nagyon nagy élmény volt most. Rég játszottam egy picit a Dirt Rally-val. Egyrészt azért, mert... Ugye, tudjátok, tehát kormányon játszom, azt ide kell hozni, összedugni. A összedugás még nem is annyira lényeges, csak ide kell hozni. Annyira nem. Menjünk görögbe, jó? Menjünk görögbe, szokás szerint valami
Stage 2-t, mondjuk itt egy nappali pályát. Milyen kocsik vannak még? F2, R4, R4-et nézzük meg. Nem tetszik. Peugeot, hol van? Peugeot 2. Ford, Ford Escort, Impreza. Mondjuk az sem rossz, az Impreza. Jaj, most valamire rányomtam életlenül. Basszus, nem már. Nem már, ez legyen. Remélem, hogy így ki lehet választani, hogy ezen a pályán kezdjünk. Ha nem, akkor... Ó, nem, basszus. Aj, oké, bocsi. Akkor vissza. Mindenféleképpen az elsőt kezdi. Nem lehet kiválasztani, hogy hagyjuk ki azt a részt. Oké. Gyorsan. Akkor maradjunk a Stage 1-esnél. Nem, az sem jó. Ó, basszus pulcs. Akkor 3-as. Ott az már jó lesz, szipi-szupi. Hol is volt a Peugeot 206-os? Itt a 80-asokban, ugye? Nem, akkor hol? Hát ugye... Peugeot 206. 70-es években biztos, hogy nem volt Peugeot 206. Mikor volt Peugeot 206? 205? Nem. Itt most mindegyiket végignézem, jó? Bocs. 3, meg 306, de akkor miért? 2000-es évek, Impreza, Focus, széne. Jó, menjünk egy Citroennel. Nem akarok itt sokáig, nem akarom sokáig húzni az időt, jó? Csak akkor lássunk még egy görög pályát is. Ugye amúgy is kaptam olyan hozzászólást, hogy ritkán van mostanában autóversenyes videó a csatornában, és ez igaz is. Tehát ez nem is egyszerűséggel azért van, mert nem azért, mert szenyú vagyok és nem töltöm föl nektek. Ó, ez furi! Hol van a... Jó. Oké, megvan. Biztos állítani kellett az ülésem. Hú, de furcsa ez a kocsi. Ez a Citroen. Azt a mindenit. Ez nagyon furi. Nem szeressem, nem a kedvencem. Nem lesz a kedvencem, az biztos. Itt is át a látvány, az tök jó. De viszont ugye, még egyszer mondom, hogy itt sajnos VR-ban az már ott ködbe veszik egy picit. Vagy hogy mondjam nektek, nem is ködbe, hanem olyan... Nem kivehetők a részletek, talán ez a legjobb. Igen. Viszont ami érdekes még, hogy nem nagyon szoktam figyelni azt, hogy mit mond a Mitfarer, meg mit ír ki, mert tök jól érzékelem a kanyarokat, hogy milyen ívük van. Jó, tudom, ez a Monte Carlo pályán nem jött át nektek, de ott más okok is szerepet játszottak. Jó, mondjuk azért egy picit figyelem én is. Óhatatlanul is nézem néha a tájat, gyerekek, bocs. És ugye azért jó az Oculus, mert ez a terület, amit én látok a kocsiba, a lencsén keresztül ugye a kijelzőt, az ugye a szélei felé is úgy elég éles marad. Tehát, hogy egy picit a szemeddel is, a szemgolyóddal is tudsz nézelődni. Hoppá, azt is mondják, hogy az a technika, amit úgy kell elképzelni,
hogy érzékeli a headset, hogy a kijelződnek belül melyik részét nézed, és azt élesíti ki. Tehát végül semmi másról nem szól, mint hogy a szem golyódnak a fókuszáról, tehát ahova fókuszálsz, azt jelenti meg élesen, úgyhogy ezáltal ugye majd le lehet csökkenteni még jobban ezt a grafikai számításokat. De ezért mondtam, hogy ha akartok VR szemüveget venni, és van rá lehetőségetek, akkor próbáljátok ki. Elfogadható-e már most nektek a technika, vagy pedig vártok vele egy pár generációt, vagy a következő generációt? Én el tudom képzelni, hogy a következő generáció már sokkal-sokkal jobb lesz. De mondom, azt szerintem nem jövőre lesz, hanem inkább azután valamelyik években. Jelenik meg mind a HTC Vive-nak, mind a Oculus-nak is majd egy 2018-as headsetje, de azok standalone headsetek lesznek. Ami azt jelenti, hogy természetesen be lesz építve a hardware, ami egyelőre úgy néz ki, hogy majd egy Snapdragon, vagy nem tudom, ilyen mobilos, meg is van, ilyen mobilos hardware fog tartalmazni. Ugye, nem melegedjen sokat, stb. És tehát, hogy nem egy olyan technikát kell elképzelni, hogy olyan hardware lesz benne, mint mondjuk egy PC, vagy egy laptop, vagy bármi, nem, ez valamilyen mobil technológia lesz benne. Nagyon durván ugye ezt úgy kell akkor elképzelni, mintha vennétek mondjuk egy Samsung Gear VR-t, amihez kapnátok mondjuk egy telefont is. Mert ugye a Samsung Gear VR, és általában ezek a kínai headsetek azért ilyen olcsók, mert abban neked kell megvenned a megfelelő hardware-t, ami egy telefon. De én azt ugye nem szoktam ajánlani, mert... Most már lépjünk ki, srácok. Én azt nem szoktam ajánlani, mert messze-messze elmarad a asztali VR élménytől. Mondom, a Samsung Gear VR-nál írják azt, hogy az nem annyira, mert jó lencsék vannak benne, meg sokféle állítási lehetőség, meg ugye olyan telefonokkal kompatibilis csak, amelyek tényleg megfelelő minőséget adnak, de például olyanoktól elestek, hogy például ugye, tehát hogy így hajolok közel valamihez, és azt nem úgy érzékeli a telefon, ahogy kéne. Vagy hogy forogtok, stb. Nincs szoba, room scaling, ahol ugye akár, hogyha van mondjuk, nagy Isten, most csak egyszer egy méteretek, azt sem tudjátok úgy bejárni, ahogy kellene. De majd ezeket a 2018-as headseteket valahogy így kell elképzelni, csak ugye a headsetbe megkapjátok a kijelzőt is. És ennyi. De hogy milyenek lesznek pontosan, még ugye ez csak bejelentések születtek meg, és még ki tudja, hogy mennyire lesz élvezhető. Na jó van, srácok, hát akkor köszöntöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett akkor ez a kis VR-os autóversenyes összeállítás. Azt nem tudom, aki esetleg rákérdezne, hogy jó, de lesznek azért autóversenyes játékok. A közeljövőt nem tudom megígérni. Illetve tudjátok mit? Inkább azt írjátok meg, hogy mennyire zavaró-e nektek az, hogy mondjuk én VR-ba játszak autóversenyest. Mert szeretnék én VR-ba játszani. Ha játszok autóversenyes játékkal, akkor én azt már VR-ba teszem meg. De hogy az nektek mennyire élvezhető, azt én nem tudom. Mert ugye picit zavaró az, hogy ugye kapdosom a fejemet, meg nézelődök, meg kinézek, meg stb. Hogy ez mennyire kellemes nektek. De hogyha azt írjátok, hogy oké, legyen, akkor például valószínűleg, hogy úgy fogunk dirt rallizni, mert az nagyon nagy kedvencem, és egyelőre nincs is más olyan nagy rally játék, meg akkor mondjuk Project Cars 2-zni. Jó? Mert azt előbb-utóbb meg fogom venni valamikor. Na jó van, köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és akkor még mindig kellemes pihenést, és várjuk ugye a szilveszter napját. Sziasztok!